Mondhatni Fekete Július zárt a sátor a Jóújhelyi rendőrkapitányság, ha a baleseti statisztikát nézzük, hiszen sajnálatos módon 3 személyi sérüléssel járó baleset történt az utakon, amelyből egy halálos kimenetelű volt. Nagy Zsolt Csaba rendőr alezredes híradónknak elmondta, hogy az említett eset Mikóházán történt, egy segédmotorkerékpáros ütött el egy kis teherautó. A motorkerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, melynek következtében életét vesztette. Ebben folyik az eljárás, itt elsőségi jog megnemadása miatt történt a baleset. Ezt követően volt egy olyan súlyos balesetünk, ahol is egy kerékpárosnak nem adtak elsőbséget a körforgalomba, és a behaladó jármű neki ment oldalról. Itt is ugye védett útvonalon közlekedett a kerékpáros, itt is szintén elsőségi jog megnemadása miatt keletkezett a baleset. Illetőleg volt egy harmadik, az egy könnyű sérüléses volt, ahol is egy tolató gépjármű nem győződött meg arról, hogy mögötte közlekednek-e személyek, illetőleg nem kérte segítséget sem arra, hogy valaki irányítsa a tolatását, és ennek kapcsán, mivel nem volt eléggé körültekintő, neki tolatott az ott elhaladó gyalogosnak, és így egy könnyű sérülése keletkezett. Nagy Zsolt Csaba rendőr alezredes kiemelte még, hogy a 15 esetből 12 anyagi kárra járó volt, ezekből pedig a döntő többség az utakon kialakult kátyuk és a sebesség nem megfelelő kiválasztása miatt történt. Az útjaink azért eléggé rossz állapotúak, tehát nagyon sok olyan kátyú kiverődés van az utakban, amelyeknél éles felületek alakulnak ki, és ha azt a gépjárművezető nem észleli időben, belehajt, akkor rögtön egy gumi sérülés keletkezik, amelynek következtében azt cserélni kell. Az még csak a szerencsésebb eset, de ilyen esetekben, hogyha egy gyengödörbe belemegyünk és hirtelen történik a defekt, akkor az még a kormányt elmozdíthatja, és egy árban történő landolás is lehetséges, tehát nagyon körültekintően kell vezetni, főleg olyan szakaszon, ahol látszik, hogy javították, vagy sérüléses a perem része nem megfelelő, mert akkor balesetet lehet szenvedni. Térségünkben pedig még mindig számottevő a vadelütés is, folytatta a rendőr alezredes. Nagyon sok erdő van, nagyon sok Natura 2000-es védelmi terület is, ahol nagyon sok vad van. És ugye hiába van kitéve a vadveszélyjelző tábla, nem biztos, hogy az emberek kellőképpen lassítanak, nincsen kellő odafigyelés. Emellett azért ebben nagy szerepet játszik még a nagy hőmérséklet ingadozás is, a meleg is, az emberek egy kicsit vágyattabbak, nem tudnak annyira koncentrálni, de sajnos vigyelnünk kell, hiszen ezek az állatok nem csak az autóban, hanem bennünk is komoly károkat okozhatnak. A rendőr alezredes hozzátette még, hogy bár a térségünkre nem jellemzőek a vasúti balesetek, a múlt hónapban Páházán történt egy ilyen eset, amikor egy gépjárművezető nem adta meg az elsőbséget a páházi kisvonatnak, így összeütköztek. Ezek az esetek kellő körültekintéssel mind elkerülhetőek lehettek volna.